Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök május 4-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Új határon túli taggal folytatja munkáját a Ponsz Danubi. Lévai Ádám eddig nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás. Több millió forint támogatást nyert a helyi nyugdíjas klub. A balatoni kihívás legjobb 20%-ban végeztek a helyi futók. Hivatalosan 2010. december 15-én alakult meg a Ponsz Danubi Európai Területi Társulás. A héttagú szervezet célja a magyarországi és a határon túli esélyegyenlőség és lehetőségteremtés megvalósítása. A felek a mai napon tartottak éves közgyűlést a Városházán. 2010-ben alakult meg a Ponsz Danubi Európai Területi Együttműködési Tanács, azzal a céllal, hogy a tagok megteremtsék és felkutassák azokat a lehetőségeket, amelyek összekötik Felvidéket és a megye településeit. Ezek a fejlesztések önmagukban is értéket képviselnek, de a határon átnyúló kapcsolatot is erősítik. Ugye a mi Ponsz Danubi EGTC-nkben ebben a társulásban a legszimbolikusabb és legjobban kiemelkedő két város logikusan az az egy város Komárom, amelyik város a Duna két partján fekszik, és ugye a Komárom híresebb része, vagy a nagyobb része ugye a felvidéki oldalra esik. Az innenső Komárom nagyon derekasan, hosszú, kemény munkával, nagyon szép várossá építette szintén magát, de Kisbér Oroszlány, Tata is jól kapcsolódik ehhez a Dunaparti közösséghez, és ezzel olyan projekteket igyekszünk megvalósítani, ami ezt a kötődést, ezt a szövetséget Felvidék és a megye között tovább tudja erősíteni. Így turisztikai jellegű projektek is készültek, de volt kommunikációs projektünk például, amiben kicseréltük egymásnak a televízió adásainkat, és egy nagyon sokrétű, izgalmas, szép élményben lehetett hosszú éveken keresztül része a tataiaknak is, mert láthatták a felvidéki képsorokat is folyamatosan. Keressük is a módját, hogy ezt is folytassuk. A társulás május elején tartotta éves közgyűlését, ahol számos aktuális témát kellett megtárgyalniuk a feleknek. A Ponsz Danubi Európai Területi Társulás tavaly itt Tatán tartotta a 10 éves évfordulóját, egy évtized áll mögöttünk, és folytatjuk, a következő évtizedre készülünk fel. Közgyűlést tart a Ponsz Danubi, amelynek 7 tagja van, illetve új tagot üdvözlünk a körénkben. Naszvad városa csatlakozott a társuláshoz. És így 3 felvidéki település, felvidéki magyar település, illetve Komárom, Tata, Kisbér és Oroszlány Magyarországról közös pályázatokat határon átnyúló együttműködés elősegítését tervezi. Egyrészt az alapszabályunkat módosítjuk maga a csatlakozás miatt is, illetve hát reagálnunk kell a COVID kihívásaira, hogy tudjunk online közgyűlést tartani ilyen technikai jellegű dolgokat is. Másrészt viszont, ami fontos, hogy készülünk a 2027-ig tartó Európa Uniós pályázati időszakra, és egy nagy turisztikai térségi fejlesztést tervezünk közösen, aminek a fő témája egy vízi turisztikai fejlesztések, amelyek minden egyes tagvárosunkban meg tudnak majd valósulni. Előreláthatólag ősszel tudjuk ezt a pályázatot benyújtani, ennek egy előkészítő egyeztetése, megbeszélése is zajlik majd. A társulás tagjai Szlovákiából, Noszvad, Komárno és Gúta, Magyarországról pedig Komárom, Tata, Kisbér és Oroszlány. 2019 után idén ismét találkozhatnak a művészetkedvelő közösség tagjai Lévai Ádám munkáival. Április utolsó pénteki napján nyílt meg a Grafikus Művész Létvágy című kiállítás a Kuni Domokos Múzeumban, ahol összesen 71 kép került az intézmény falaira. Akkor belekarcol az ember a kőbe, és akkor lehet ilyen nagyon finom, még ilyen kis játékokat csinálni. Litográfia, azaz kőnyomat, fekete alapra készített portrék, fatáblán megvalósult alkotások és tollrajzok. Sokak által ismert és kevésbé ismert oldalát is megmutatta Lévai Ádám grafikus művész legújabb kiállításában. A Létvágy című tárlat döntő részt az elmúlt 2,5 év munkáit fogja össze. A művésztől 2 teremben több mint 70 kép látható. Több munkát, vagy ahogy Ádám rendszeresen mondja, több melót láttam félig készen, illetve elkészült állapotában is, de természetesen számomra is voltak meglepetések, és az meg nyilvánvaló, hogy amikor egy kiállítás szerveződik, amikor az egyébként
szólóban, vagy párban, vagy összetartozó jellegükben egymásra reflektálva már láttam is az alkotásokat, egészen más egy megkomponált alkotás. És hát vannak olyan művek is, amiket még nem láttam. Úgyhogy számomra is meglepetés, ahogy a tataiak számára is, hogy Révai Ádám, grafikus művész ebben a, azt kell, hogy mondjam, nagyon gazdag és rendkívül változatos kollekciót bemutató tárlatban mi mindent kínál, hogy megismerhessük. Az alkotóra jellemző emberábrázolások, mitológiai, történelmi színházi alakok, állatok most is visszaköszönnek a vásznon, de a humorral, szarkazmussal megtöltött játékosságot és az egészen mély tartalmakat sem nélkülözi a válogatás. A humor az azért fontos dolog, mert anélkül az ember nem tud komolyat csinálni, és a szarkasztikus humor, ami nem egészen bántó, de egyfajta figyelmeztető is lehet, az valahogy nem múlik el az emberbe, mert ez egyfajta kritikája a valóságos élet felé. Tehát, hogy mivel nincs megelégedve, mit lát rosszallóan ebbe a világba, ezeket jobb, ha ilyen félvidám állapotba közli ezt a dolgot, mert az emberek szívesebben veszik az ilyenfajta humorra telt kritikát, mint amikor élesbe megkapják azt a arcú csapást. Tehát sokkal jobb, ha így burkolva van ez a dolog, és ez még el is dédelgetik magukba, és el is hiszik, hogy ez így jó. De így kell csinálni szerintem, mert az emberek eléggé ki vannak éhezve a humorra, még ha ellenük szól az a humor, akkor is jobban és barátságosabban fogadják, mintha telibe kapnák ezt a kritikát tulajdonképpen. A kiállítás május 27-ig látogatható a Vármúzeum nyitvatartási idejében. Éves közgyűlését tartotta május 2-án a Városi Nyugdíjas Klub. Tata legnagyobb és egyik legaktívabb civil szervezete jelenleg 171 fővel rendelkezik. Bár az elmúlt időszakban a pandémia befolyásolta a programok megvalósulását, eseménydús esztendőnek ígérkezik 2022. Bár a koronavírus járvány sok program megvalósításának szabott gátat az elmúlt két évben, mégsem telt eseménytelenül a Városi Nyugdíjas Klub mindennapja. Többek között a kirándulások és egyéb kikapcsolódási, valamint kulturális rendezvények tapasztalatait foglalta össze a civil szervezet a májusi közgyűlésén, ahol egy nyertes pályázat részleteit is bejelentették. Pályáztunk még 2019-ben Kun Imre, most tiszteletben elnök, akkor elnökkel, később aztán pedig a Nagy Gábor elnökkel közösen. Arra pályáztunk, amit a minisztérium kiadott, ennek a pályázatnak a neve pedig új program a nyugdíjasok életében. Most egy jelentős pénzösszeg a nyugdíjasok életében, mert a korábban tervezett 4 millió forint helyett 5,5 millió forintot nyert meg ebben a pályázatban a klubunk. Ebből 1.235.000 forintot technikai eszközökre költöttünk el, ezekről a számlák természetesen az elnök úrnak rendelkezésre állnak. Ebből a pályázati összegből évente 6 darab olyan autóbuszos rövid program lesz, amikor ismerjük meg hazánkat és magát Tata várost is, és 40 előadás lesz, amit ugye finanszíroz ez a pályázat, ami pénzt erre a pályázatról kaptunk. A pályázat az nagyon szoros és kötött, és éppen ezért nagyon szorosan kötötten ki is számoltuk szinte forintra, hogy az 5,5 millió forint hogyan kerül elköltésre. Ebben nagyon nagy segítséget kaptunk Kőhorda Zoltán úrtól. Azt gondolom, hogy a nyugdíjasok életében ez a városban tényleg nagyon nagy szó. Ennyi pénzt ismeretem szerint a nyugdíjas klub még itt nem nyert a városba. Ezért külön köszönet azoknak az embereknek, akik ebben segítségre voltak. Tavaly előtt még nem jött meg a pénz, és a polgármester úr, a Mikló József polgármester úr mindig szívem viseli a nyugdíjas klubnak a életét, és a tavalyi ülésen éppen aláírták azt a támogatási szerződést, ami 600.000 forintról szólt. Na most természetesen idén erre mi nem számolunk, mert ilyen van pénzünk, bőven el kell, hogy költsük, de nagyon jó, hogy foglalkoznak ennyit a városvezetői nyugdíjasokkal. Közép-Európa leghosszabb futóversenye rajtolt a hétvégén. A 16. Ultra Balatonon idén is képviseltette magát egy tatai futókból álló csapat, akik az eddigi legjobb eredménnyel zárták a kihívást. A csoport május elején számolt be az eseményen szerzett élményekről és tapasztalatokról.
2018-ban Rónavölgyi Varga László vezetésével alakult meg az Ultra Balaton Team Tata. A csapat április utolsó hétvégéjén teljesítette Közép-Európa leghosszabb futóversenyét. A tagok átlagosan 25 kilométerenként váltották egymást, a lelkiismeretes felkészülést pedig a remek eredmény koronázta meg. Az első 20%-ban végeztünk, most pontosan nem tudom még a számot, de minden évben javítunk a teljesítményünkön, és az idei volt a legjobb időnk. Ez azt jelenti, hogy 20 óra volt így, 20 óra 21 másodperc volt a idei teljesítményünk. Ez egy 24 órás verseny, azt lehet mondani, szóval reggeltől estig, éjszakán át folyik a futás, és azért nem ugyanaz, hogyha az ember reggel fut délelőtt, frissen felkelve, vagy pedig éjszaka hajnalban pár óra pihenés után megint futnia kell. Nagyon fontos a csapatkapitány szerepe, itt nem csak a fizikai felkészülésben, hanem szellemi felkészülésben, illetve főleg ez az éjszakai hajnali koncentráció. Nagyon kritikus itt a váltópontok, a váltás, például egy ismerősöm még csapata fél órát késett csak azért, mert elrontották a váltást, nem találták meg a váltóhelyet. Tata város önkormányzata minden évben támogat minket pólóval. Ez a legutolsó pólónk, ami most rajtunk van. Úgy gondolom, hogy ez a legdizájnosabb eddig, és nagyon szeretnék megköszönni a polgármester úrnak is ezt a nagyértékű támogatást. Nagyon jó volt, hogy a város mellénk állt. A versenyzőknek összesen 211 kilométeres távot kellett teljesíteniük. A kijelölt szakaszok szervezése, futójának kijelölése és egymás biztatása igazi közösségi élményként mutatkozott meg a tatai csapat részéről. Engem Misi tavaly hívott meg beugró embernek, nagyon jó volt. Számomra az volt az első kihívás gyakorlatilag, én 2 éve kezdtem futni. Óriási megmérettetés, óriási élmény, hogy végig tudom csinálni, nem csak itt a sima és gyönyörű tóparton futkorászni, hanem hegyen, völgyön és utakat, táblákat, embereket figyelni. Nagyon jó, mindenkinek ajánlom, hogy induljon el. Szerintem nagyon jó volt, tehát pont, hogy most voltam úgy először, hogy busszal voltunk, így heten össze voltunk zárva, és féltünk tőle, hogy majd kiből mit fog kihozni, de nagyon pozitívan. Tehát mindenki segítette a másikat, felváltva pihengettünk, kicsit csöndbe voltunk, biztattuk egymást, amint megláttuk, hogy ki fut, kiestünk a kocsiból, és üvöltöttünk, hogy hajrá, hajrá, és nagyon jó volt, nagyon pozitív. A csapattagokkal számos helyi, sokszor jótékony célzattal megvalósuló futóversenyen találkozhatunk, ám az idei kihívások listája elején az Ultra Balaton Trail áll. A Tatai Turinform iroda tájékoztatása alapján, aki Tata kártyát szeretne igényelni azért, hogy kedvezményes belépőjét igénybe tudja venni a június 3-a és 5-e között zajló Tatai Patara Fesztiválon, igénylését legkésőbb május 13-áig adhatja le. Ezt követő leadás esetén a kártyák nem érkeznek meg a fesztivál kezdetéig. Meglévő Tata kártya meghosszabbítására május 27-éig van lehetőség. Ezt követően is egész évben meghosszabbítható, viszont a fesztivál előtt egy héttel zárják le az érvényben lévő kártyák listáját, így a május 27-e után meghosszabbított kártyákat nem tudják elfogadni az idei Patarán. Toborzással egybekötött nyílt napot hirdet a Tatai Sárkányok csapata. A sporták kipróbálására május 15-én nyílik lehetőség. A sárkányhajós vízreszállás az Öregtó partján található madárlesnél lesz, 10 órakor délben, valamint 2 órakor. Az eseménnyel kapcsolatos további információ a tataisárkányok@gmail.com e-mail címen és a 0670-389-6124-es telefonszámon kérhető. Következzenek szerda esti híreink még egyszer, röviden. Új határon túli taggal folytatja munkáját a Ponsz Danubi. Lévai Ádám eddig nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás. Több millió forint támogatást nyert a helyi nyugdíjas klub.
A balatoni kihívás legjobb 20%-ban végeztek a helyi futók. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök május 4-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a körzet hírei következnek, majd magazin műsorunkban Lévai Ádám grafikus művész kiállításáról láthatnak összefoglalót. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!